Már a Városnap előestjén színes programok, előadások, színpadi produkciók válták a szórakozni vágyókat. A program sorozat nyitásaként a Művődési Házban a régészeti feltárások Dereskény címmel tartottak előadást a Déri Múzeum régészeti tárának munkatársai az érdeklődők számára. Majd a főtéren a Svejka Deri Katona című színházi darabot és a Soul Bandits akusztikus koncertjét is megtekintették a megjelentek. Kiemelendő Dereske környékén a Palocsa, vagy a Sátordom, vagy a darabos tűlő lelőhelyek, ahol gyakorlatilag a újkőkortól egészen a késő bronzkor végig esetekben a vaskorig folyamatos a megtelepedés. A körös kultúra volt az első népesség, aki megtelepedett a Bihari régió északi részén. Ők gyakorlatilag nem hoztak létre települést Derecske határában, viszont Beletyújfalu és környékén nagy felületű esetásokon többször találtunk már rájuk. Például 2015-ben Szentpéterszeg körtvérsen nagyjából olyan 1700 körös kultúrához tartozó objektumot tártunk fel, illetve kiemelendő még a 2007-es Nagybócs dűlői esetás, ahol a kultúrának számos házát, számos hulladékgödrét és árkát dokumentálták. A kultúrára jellemző, hogy nagy családi közösségekbe telepedtek le, szóval a házaik jó nagy méretűek voltak a későbbi korokhoz képest, mert akár 5x10 méteres házakat hoztak létre, amik cölöpszerkezetesek voltak. Az Esztert csoport viszont már sok települést hozott létre. Ez sokkal szortabb település hálózattal rendelkező kultúra, mint a körös kultúra volt. Csak Derecske határrészén nagyjából 13 települést dokumentált eddig a magyar régészetkutatás. Igazából a cölöpszerkezetes házaikat ritkán találjuk meg, de gödreik, árkaik és kutyaik tele vannak leletanyaggal, főleg kerámia, csonteszközök, kőeszközök fordulnak elő, illetve ők mindig festették a kerámiájukat. Az alapfestés az mindig egy ilyen piros festés volt, a késői időszakukban már feketére festették és arra festettek pirossal, vagy fehérrel, vagy sárgával. De igen jellemző rájuk ez az harcos edény, ami gyakorlatilag egy ilyen antropomorf vagy rituális célzatú gyakorlatilag rituális edény is lehetett, hogy a kultúrának a gyakorlatilag egy magáról alkotott képét is hordozta magában. A tiszai kultúrának egyetlen egy darab lelőhelye dokumentált Derecskén, ez egy sokkal centralizáltabb az Esztert kultúrához képest, aki nagyon sok szort települést hozott létre, általában kicsi magvakkal. A tiszai kultúrában jelentkezett először a területen az, hogy a törzsek úgymond vezetőket jelöltek ki, akik gyakorlatilag a központokban lakhattak, ők osztották el a termést, ők gyakoroltak uralmat a többi felett. Ezek a központi települések általában több rétegűek. A Sátordom, ami a kultúra települése, még egyenlőre feltáratlan, úgyhogy nem tudjuk, hogy a tiszai kultúrának több települési rétege is jelen van-e a lelőhelyen. De cserekereskedelmi hálózatuk nagyon erős volt, északi büki kultúrával sűrűn kereskedtek, illetve a szakáháti kultúrával a Tisza vidékéről. Nagyon sok volt az interakciójuk.
A presztízs tárgyaik elkezdtek megjelenni, amik főleg spondilus kagyló, szóval gyakorlatilag tengervidékről hozott kagyló ékszereik voltak, ami természetesen ekkor nagyobb értékkel bírt, mint manapság érne. A Tisza polgári kultúra az első, úgymond nagyon érdekes kultúra derecskén, már több helyen találtak rá, például az idei ásatásokon a temetőikre. Összesen 13 régészeti lelőhely van Derecske területén, ami ehhez a kultúrához kapcsolható, és Derecskének az első ásatása a Konyári útfélen, az a Tisza polgári kultúra, és a következő kultúra a Bodrogkeresztúri kultúrának a temetője volt. A neolitikum után gyakorlatilag a klíma nagyban változott. Ez volt az első kultúra, ami elkezdte megmunkálni a rezet, úgyhogy olvasztott is, mert már a újkőkorban a tiszai kultúránál megjelentek presztízs tárgyként a rézeszközök, viszont ezt csak hidegen kalapálták. Általában ilyen a tengeri kagylókkal együtt viselték. Idén a feltárásokon igen rossz állapotú sírokat tudtunk dokumentálni, mivel nagyon közel voltak a felszínhez, és a számtárs elvitte a felét a sírnak gyakorlatilag. Legjobban megmaradt sírnak összesen 4 vagy 5 edénye volt, jó nagyméretű talpcsöves tálak, illetve talpcsöves fazekak. Ők már egy nagy állattartó, mobilisabb közösség volt, és nagyban nőtt a népesség száma neolitikumhoz képest, amit gyakorlatilag a nagyszámú temetők mutatnak. Az az érdekes, hogy ez a kultúra hozta létre az első temetőket ebben a régióban, vagy egészen a Kárpát-medencében, mivel ezelőtt a túlvilágkép sokkal másabb volt. Az újkőkorban még beletemetkeztek akár a ház padló szintjébe, akár a házak közé, viszont innestől elkezdve számolhatunk temetőkkel. Jelölték a sírokat, mivel nem ástak egymásra több temetkezést. Mehetünk tovább. Ezzel a kultúrával gyakorlatilag folyamatosan tovább élő kultúra, ez a Bodrogkeresztúri kultúra volt. A temetőjük általában tiszapolgári sírokkal kezdődik, szóval ez egy folyamatos népesség volt. Bodrogkeresztúri kultúra településeit ezelőtt nagyon keveset ismertünk, összesen úgy nézett ki az arány, hogy 95%-ban temetőket ismertünk, és mindössze 5%-a volt a lelőhelyeknek település. Idén az autópálya ásatásokon 2 település is fel lett tárva részben. Ezeken a településeken főleg a település hulladékgödreit, illetve árkait találták meg a kollégák. Ez az a kultúra, ami nagy mértékben elkezdi használni a felszínre bukkanó rezet és aranyat. A megyéből több kiemelkedő kincs származik, amiből a leghíresebb talán ez a hencidei aranykincs, ami gyakorlatilag a Kárpát-medencében egyedülálló. Az aranykincset itt láthatják. Mehetünk tovább. A bádeni kultúra, ez már a késő részkori időszakában élt a Kárpát-medence területén, és nem is csak a Kárpát-medence területén, mert ez az első paleolitikum utáni, szóval őskőkor utáni kultúra, ami létrehozott egy Európa szerte elágazó, gyakorlatilag egységes anyagi művességet. A kultúra találta fel a kereket, ami valóban elősegíthette ezt a nagymértékű elterjedést. Persze voltak nekik területi csoportjaik,
csak Magyarországon 4 területi csoportjai vannak, ami a területi csoportok jól mutatják, hogy azért ezek a csoportok különböztek egymástól, mert mind a hamvasztásos és mind pedig a csontvázas rítus jellemző volt rájuk. Most Berettyó, Újfalu és Derecske között pont egy báteni kultúrához köthető feltárás zajlik a készülő M4-es autópálya nyomvonalán. Ebben az időszakban megcsapva viszont a részletek száma, ami azt mutatja, hogy gyakorlatilag az addig ismert felszíni termésre rész kibukkanásokat kibányázták, és a rezet így még nem tudták ilyen tárlásműveléssel elérni, ezért gyakorlatilag nagyon kevés rézeszközük volt. Viszont nagyon mobilis közösségekké váltak valószínűleg a szekére elterjedése miatt, nagy állattartó közösség voltak, és ők hozzájuk köthető a másodlagos termékfelhasználás. Innentől kezdve készít az ember sajtot, innentől kezdve isszuk gyakorlatilag a tejének a tejét is. Eddig csak az állatnak a bőrét és húsát használta fel az ember, viszont innentől elkezdve akár a növényekből alkoholt készítenek, vagy akár a tejből is kinyerhették az alkoholt. Érdekesek ezek az antropomorf urnáik, ez pont egy Ózd centrumban feltárt urnacsoport. Gyakorlatilag nagyon-nagyon-nagyon ritka a temetkezésük. Összesen azt hiszem 100 környéki sírjuk van Magyarország területén. Az első halmok a vidéken az a késő részkor és kora bronzkor váltásánál jelentek meg. Derecske határában is nagyjából 20 halom található, amivel talán a leghíresebb a botos halom. Sajnos Derecske területén nincs feltárt halom, így nem lehet tudni pontosan, hogy melyik halom építő kultúrához tartoztak, viszont nagy átlagban azt lehet mondani, hogy a halmoknak nagyjából a negyedét felét ez a késő részkori, kora bronzkori népesség hozta létre. Nincs településük, ami eddig egyáltalán fel volt tárva. A anyagi művességük is csak ritkán fordul elő. Ami nagyon érdekes, hogy ők egyedül az a kultúra, vagy az a népesség, akik ilyen típusú békapózban temetkeznek, gyakorlatilag felhúzott térdel és háton fekvő pozícióban. Vannak, akik azt mondják, hogy lehetséges, hogy törökülésben ültek, vannak, akik így rekonstruálják, minden esetre ők hoztak létre először halmokat, és ilyen hatalmas sírgödreik vannak. Hát ez úgy néz ki, mintha egy 3 méterszer 4 méteres kör alakú, sokszor szabálytalan alakú foltja lenne a síroknak, ami érdekes még, hogy egy ilyen fehéres kiválás van a sírnak a tetején, ami valószínűleg a fedő növényzet és a fedő deszkák miatt jön létre. Nagyon kevés a fém melléklet, illetve egyáltalán a mellékletük. Nem tesznek melléjük csak nagyon ritkán fegyvert, tőröket vagy baltákat. A leghíresebb magyarországi sír talán az Sárét udvarén lett feltárva az Őrhalmon az 1900-es évek elején. A makó és a nyírség kultúrákról keveset fogok beszélni, mivel a makó kultúrának összesen egy temetkezését tártak fel 2007-ben Derecskén, a Morgó tanyán.
Ők nagyon, nagyon laza település szerkezettel rendelkeztek, mobilis életmóddal, viszont nem lehet tudni, hogy milyen gazdasági háttérrel rendelkeztek. Nem voltak nagy állattartók, viszont mobilis életmód miatt nem lehettek igazán földművelők se. És kultúra korai fázisában hamvasztanak és urnába temetkeznek, viszont a későbbi fázisban megjelenik a csontvázas temetkezés. Ez a kultúra amúgy levezethető a bárdán kultúrából, amit a kurgán építő kultúra előtt említettem. Őket váltja fel a nyírség kultúra a területen. A Derecske területén valószínűsíthetően lesz nyomuk, méghozzá az úgynevezett eltelepülések alatt, ami gyakorlatilag ez az első kultúra, ami valamiért a teltelepülések legalján megjelenik. Ezek a teltelepülések egy olyan hosszú ideig használt települések, amik a több száz évig használat során gyakorlatilag települési halmokkal jöttek ki. Ahogy elpusztult egy ház, leégett egy ház, elplanírozták, építettek egy másik házat rá, és így gyakorlatilag felépült egy domb, ami Derecske határában a szőlőskert öreg domb például, vagy a sátordomb. Mehetünk tovább. A említett nyírség kultúra felett helyezkedik el az otomány kultúra. Az otomány kultúra nagyon sűrű település hálózattal rendelkezhet itt. Egyelőre még nem volt részletesebb kutatás a területen. Meglepőnek tűnik a lelőhelyeknek a nagy száma itt a térséghez viszonyítva, amivel Derecske határában 6 lelőhelyi volt eddig dokumentálva, ahonnan anyag előkerült, viszont a bihari térségben összesen eddig azt hiszem 12 darab publikált lelőhelyük van. Ez a kultúra kezdett el gyakorlatilag bronz művességgel foglalkozni. Nagyon erős kapcsolatban álltak a környező szintén több rétegű településekkel. Nagyon kevés temetkezésük került elő, összesen eddig 70 darab, az is Békés megyében, illetve Pocsaj határában. Ők náluk terjedt el a könnyű szerkezetű kocsi, ami úgymond nagy innováció volt, mert a könnyű szerkezetű kocsinak már küllős kereke volt, sokkal mozgékonyabban tudtak vele haladni, sokkal messzebbre, sokkal hamarabb oda tudtak érni. Ezért fellendült a bronzkereskedelem és a sókereskedelem. Viszont ebben az időszakban még nagyon-nagyon kevés a bronz. Erre a térségre valószínűleg az erdélyi térségről hoztak hont, hogy ont és rezet, hogy a bronzt meg tudják csinálni. Tovább tudunk menni. A gába kultúrának volt 2 darab feltárt lelőhelye is ebben az évben. A legnagyobb település, amit feltártak, vagy annak is a részletét tárták fel, az a Derecske Bikásdűlőn terült el, ahol főleg hulladékgödrék helyezkedtek el. A legjellemzőbb leletanyaggal kívül fekete, belül sárga vagy vörös falu edények. Ez gyakorlatilag, hogyha a szántóföldön járunk, egyből meg tudjuk állapítani, hogy az egyik oldala fekete, a másik oldala sárga ennek a kerámiának, úgyhogy ez biztos, hogy a később bronzkorból származik. Náluk terjedt el a bronz használati eszközöknek a nagy mértékű készítése, gyakorlatilag innentől kezdve számíthatjuk azt, hogy sarlókat, vagy akármilyen mondjuk kalapácsokat, vésőket nagy mértékben elkezdtek használni. Viszont ez az a kor, ami gyakorlatilag a trójai háborúknak a kora. Gyakorlatilag a fegyverkezés is ilyen szempontból nagyon-nagyon megnőhetett, mivel nagyon sok a fegyverlelet
a Kárpát-medence területén. Bronz és arany kincseket rejtenek el az időszakban. Egyelőre nem tisztázott, hogy mi a körülménye a deponálásnak, vagy milyen okból deponálták ezeket a kincseket. Vannak elméletek, miszerint csak azért deponáltak el egyes kincseket, hogy a bronzművesek később megtalálják, és bronzeszközöket csináljanak belőle. Más eset azt mondja, hogy más kutatók azt mondják, hogy féltek attól, hogy valaki megtámadja őket, és elveszi a vagyonukat, és ezért elrejtették őket. Vagy egy másik elmélet szerint csak az isteneknek áldoztak ezzel. Egyetlen egy darab ilyen aranykincs előkerült Derecske határában. A következőt ilyen meg is mutatom. 1933-ban szőlőművelés közben fordult ki ez az aranykincs. Gyakorlatilag először csak egy darabot találtak, aztán másnap találták meg a másik két darabját a kincsnek. A találó az eladta a kincset először egy derecskei lakosnak 17 pengőért, viszont utána bejelentette a múzeumnak, hogy ő talált egy kincset. A múzeum ki is szállt, fel is kereste azt, aki megvette a kincset, aztán felkerült először ez a kincs a Pestre, a Nemzeti Múzeum, illetve az államkincstár felbecsülte az értékét, amikor azt mondták, hogy hát ez a kincs 12 pengőt ér, úgyhogy kártérítsék azt, aki másodjára megvette, illetve gyakorlatilag az államkincstárnak is kellett fizetni egyharmadot az aranyárának a múzeumnak azért, hogy egyáltalán meg tudja venni a kincset, úgyhogy ilyen kacifántos háló keresztül került a múzeumba. De aranydrótból készítették, és ezt a házlevél formát kalapálással érték el, aminek a végén kialakítottak ilyen kicsi kanellúrákat. Viszont ez a kincs se köthető semmilyen típusú objektumhoz, mivel régész nem látta a helyszínt, ahol előkerült. Valószínű ez a három darab is csak egy nagyobb kincsnek a része lehetett. Lehet, hogy már a találó megtartotta a többi darabját, vagy akár később elpusztult. Hát ugye már az M35-ös autóút célkitermelő bányájának a területén ásunk jelenleg, és hát viszonylag kis részt kaptunk meg ebből, mivel a temetőnek a másik fele az a bányaművelésen kívül esik. Tehát ez a rész, ami sikerült feltárnunk gyakorlatilag, vagyis részben feltárnunk, mert az összes sajnos nem lesz módunkban feltárni. Sajnos csak leletet mentünk a területen, és a közeljövőben be is fog fejeződni az ásatás, mivel rekultiválják a bányát, ezáltal nekünk is le kell vonulnunk, mivel a területre geotextil kerül, és utána nem sokkal később vissza is adják a földművelésre a tulajdonosnak. Hát igazából annyit szeretnék még itt elmondani, hogy ez a homokos rész még a délnyírséghez tartozik így tájegység szempontjából, és ez a homok erősen szikes, tehát nátriumban gazdag viszonylag. Ez jó példázza az előző előadásban a katonai felmérésen látható szikes tavak területén helyezkedett el. Gyakorlatilag abból emelkedett ki ez a szikes magaslat. És gyakorlatilag nagyon szerették az ilyen kiemelkedő pontokat a koravaskor idején is, meg a későbbiek folyamán, tehát gyakorlatilag majdnem minden keletről érkező néphullám hasonló homokos területekre temetkezett. És ki?
Az első skit, a temetkezésnek a legértékesebb tárgya gyakorlatilag már a humuszolás közben észlelhetők. Ez egy gyakorlatilag aranyozott ezüst hajfonat karika volt, vagy hajfonat dísz. Ez egy segély téglalap alakú sírgödör. Valószínű a földművelés során nagyban szétszántott temetkezés. Jól látható, hogy gyakorlatilag a altalajnak a szintjétől nagyjából 5 centire volt a sír, szóval nagyjából 40-45 cm mélységben helyezkedhetett el mindössze. Sír alapvetően téglalap alakú volt, viszont mindegyik sarkában fülszerűen egy szövetük helyezkedett el, ami a sír építményt tarthatta. A sírnak az első tisztításakor egy aranyfólia is előkerült, viszont annak is egy töredéke. A csontanyag nagyon minimális volt, ezt nem lehet tudni, hogy azért, mert hogy el lett szántva egy része, vagy korai bolygatásnak az eredménye. Megyünk egy képet. A sarkában a sírnak amúgy volt egy égett folt, ami esetleg arra mutat következtetni, hogy ez egy hamvasztott illető lehetett, csak a hamvai kerülhettek a sírba beleszórva, ami megmagyarázná azt, hogy a pontszolt aranyfólia az miért csak ilyen kicsike, picike darab, mert ez nagyjából gyakorlatilag 1 centi. Itt látható az aranyozott ezüst hajkarika. Ez egy nagyon-nagyon tipikus szkíta ékszer, amit még majd később is sírokban is fognak látni. Illetve ami nagyon tipikus szkíta tárgy még a Kárpát-medencében, ez az úgynevezett pávaszemes pasztagyöngy. Gyakorlatilag egy ilyen változatos színű gyöngyművességük volt a szkítáknak, és sárgától kékig mindenféle gyöngyöket csináltak, és mindig ezeket a nem mindig, viszont előszeretettel használták ezt a úgynevezett ilyen szemes dekorációt, lehetőleg egy képet. A második szkít a temetkezés, amit feltártunk, az szintén egy téglalap alakú sírgödörből került elő, viszont ez már más típusú rítussal rendelkezett, mint az előző. Ennek az oka az lehetett, hogy ez a szkíta népesség, ami Magyarország területén élt, gyakorlatilag nem volt egy egységes nép. Valószínűleg a szkíta elit vándorolhatott be. A Hérodotosz ír le többet a szkítákról, hogy Kárpát-medence területén két szkíta népcsoport élt, az agathyrszoszok, kint Erdély területén, és a szigünnek itt az Alföld területén. Gyakorlatilag ez a sír, ez egy csontvázas temetkezés, egy téglalap alakú sírgödörben. Az téglalap alakú sírgödör alja ívelt. Így gyakorlatilag kicsit úgy kell elképzelni, hogy a test az így helyezkedett el, egy kicsit olyan ívesen berogyva, szóval a medence csontjai sokkal lejjebb voltak, úgy 10 centivel, 15 centivel lejjebb voltak, mint a fej, meg a lábak. A fejnél helyezkedett el itt is egy aranyozott ezüst hajfonat karika, illetve a kezén vaskarperec volt található. Nagyon sok gyöngye volt ennek a sírnak, főleg ilyen kékszínű pici kis üveggyöngyök. Illetve okkertömbök voltak a lábánál elhelyezve, ez gyakorlatilag a kő mint mellékletadás szokása az elterjedt a korai szkíta vagy preszkíta időszakban a Kárpát-medencében. Ez főleg örlőkövekből áll, viszont itt okkertömböket helyeztek el, ami egy
sokkal nehezebben beszerezhetők volt. Régebben ezzel festették a bőrüket általában az emberek. Ez biztosan egy női temetkezés volt, mivel egy orsógomb volt a derekánál, vagy a készfeje alatt. Ha megyünk egy kívülhet, akkor meg is mutatom neki a aranyozott ezüst hajkarikáját. Ez gyakorlatilag ezt a hajkarikát kukac alakúnak is szoktak nevezni, mert mindig olyan kicsi, ilyen kukori, mint egy kukac. Itt a hatos melléklet szám alatt volt a vaskarperec, és ez a középső kép, ez a téglavörös színű okkertömbök. Mehetünk még egyet. És a harmadik temetkezés, amiről beszélnék, ez egy edény melléklettel ellátott szkíta temetkezés volt. Ez a temetkezés is szintén sekély téglalap alakú sírgödör. Ennek az alja is egy kicsit ívelt volt, tehát a feje sokkal magasabban található, mint a dereka. Ennek az ennek a sírnak két edény melléklete is volt, amit valószínű a túlvilágra szánt étellel tölthettek meg. Ami érdekes, hogy a sírban található volt egy ilyen csontkupac, ami nem lehet tudni, hogy egyenlőre vizsgálatok előtt, hogy állat, vagy esetleg egy másik embernek a hamvait tartalmazza. Valószínű volt ennek az illetőnek egy halotti leple, amit az mutat, hogy nagyon sok gyöngy volt szanaszéjjel szórva a sír területén, főleg ezen a részen volt nagyon sok gyöngy. Ennek a sírnek is vaskarperece volt. Kicsit olyan furán hangozhat, hogy vaskarperec, de igazából a szkíták az első népesség a Kárpát-medencében, ami elhozta azt, hogy vasművesség. Gyakorlatilag a szkítek előtt nem használtak vasat a Kárpát-medencében. Mehetünk egy képet. Itt látható a gyöngysorok, gyakorlatilag egy olyan átlagosan 5-10 gyöngyből álló kicsi sorok, gyöngysorok voltak a mellkas területén. Érdekes, négy bütykös, kicsi kis edényke volt a lába mellett, bal térde mellett, és egy táv volt gyakorlatilag a jobb keze mellett, vagy bal keze mellett. Mehetünk tovább. Itt az előzőekben, ahogy elmondta Ádám, itt is egy hasonló sírral állunk szemben, de mielőtt ebbe így belefolynánk, kezdeném azzal, hogy ez egy olyan temetkezés, ami nagy valószínűséggel kettős temetkezés, tehát a nyújtott vázas temetkezésre itt a bal oldalt a csípő környékén valószínűleg ráhamvasztották a következő személyt, vagy családtagot, vagy bármilyen más egyént. Hát még jelenleg nem sikerült megvizsgáltatni a csontanyagot, tehát teljes mértékben nem mondhatjuk, hogy valóban ember, de a szkítáknakra jellemző az, hogy egymásra, vagyis a másik egyénre hangasztanak. És érdekes vastágy töredéke került elő, amire elsőnek azt hittük, hogy egy késnek a töredéke, de viszont mai napig nem tudjuk még pontosan, majd csak esetleg restaurálás után megmondani, hogy mi is az valójában. Ezt az illetővel hangasztották el, mivel a vasnak a szerkezete legalábbis így ezt mutatja, hogy másodlagosan megégett a vas. A jellegzetes sekély téglalap alakú sírgödör. Eddig azzal találkoztunk, hogy legtöbbször valamilyen ívelt vagy teknős alja van a síroknak, ennek viszont domború. Tehát sokkal inkább homorú alja van, és a négy sarkában, itt a képen nem látszik, de hasonló füles sírral állunk szemben, mint az első sírnál, csak itt nem a síron kívül, hanem belül helyezkednek el ezek a
tartó elemhelyek. Itt a nyújtottházas temetkezés mellett a jobb kéznél ugyanúgy egy kis bikónikus edény volt található. A hamvasztott egyén alatt viszont nagy valószínűséggel a nyújtott vázas temetkezéshez tartozó orsógomb és további pasztagyöngyök. Igen, itt jól látszik, hogy az illetőnek a nyakánál a jellemző kék üveggyöngyök voltak megtalálhatók, a második képen pedig a kis bikónikus edényke látható. Az orsógomb pedig itt már úgy látható, mikor a hamvak fel lettek szedve gyakorlatilag a nyújtott vázas temetkezésről. Érdekes, hogy ez az orsógomb nem bikónikus, hanem sokkal inkább egy ilyen gömb, vagy hát gyakorlatilag gömb alakú, tehát semmilyen más formája nincsen. Igen, ez egy szarmata sír által bolygatott szkíta sír. Gyakorlatilag a szarmaták nem feltétlen szándékosan, de telibe trafálták gyakorlatilag a szkíta sírt, ezáltal a nyújtott vázas temetkezésű szkíta sírnak a lábszára és combcsontja valószínűleg zavarta őket a sír megásásában, és azokat gyakorlatilag kihúzgálták a falból, sírfalból, és ezáltal sajnos csak a felső test maradt meg. Az egyik leggazdagabb szkíta sírunknak mondhatjuk, két aranyozott szkíta fokozat került elő, vagy hajkarika, azon kívül orsógomb, nagyon sok üveg és pasztagyöngy került még mellette elő. Ugyanúgy jellemző rá ez a sekély, téglalap alakú sírgödör, valószínűleg ugyanúgy füles sír lehetett, tehát a cölöp hely egyetlen egyet sikerült megtalálnunk a jobb bál fölött, a többi viszont nem sikerült azonosítanunk. Az is lehet, hogy az altalajjal töltődött vissza, tehát nem feltétlenül a humusszal töltődött fel. Igen, itt jól látszik az első képen az említett pasztagyöngyök, itt egy szemes, pálaszemes gyöngyöt és egy barna paszta gyöngyöt, ami annyira nem látszik a képen, mivel a betöltésnek a színéhez gyakorlatilag igazodik. A nyak környékén ugyanúgy a kisebb üveggyöngyök voltak megtalálhatók, akkor a jobb oldal csípőnél egy bikónikus orsógomb került elő, és a nyak környékén gyakorlatilag az egyik az állon belül itt a tarkó környékén lehetett, a másik viszont sokkal lejjebb. Az az érdekesség, hogy ezt az egyik legutolsó kukacot egy állatjáratból sikerült megmentenünk, mivel valószínűleg az állat általásot is lyukba óvatatlanul bevitte. Igen, itt pedig egy viszonylag kisméretű sírgödöt láthatunk. Hát nem tudjuk megmondani, hogy most ez hamvasztásos vagy nyújtott vázas lehetett, mivel nagyon rossz megtartású a temető gyakorlatilag összes sírja, és valamikor nagyon örülünk, hogyha éppen ki tudunk venni egy combcsontot vagy bármilyen hosszú csontot. Ennek az érdekessége, hogy egy bronzveret, végveret került elő, amiről eddig így nem volt tudomásunk, hogy ilyen típusú veret van. Mellette még került elő két darab ezüst lemezgyöngy, azon kívül pasztagyöngy is került elő. Itt jól látható a pasztagyöngy. Eddig még a feldolgozás alatt tart, ugyebár meg feltárás alatt a terület, tehát még nem volt behatóban időnk foglalkozni a párhuzamoknak a keresésével, de jelen állapotban még nem találkoztunk ezzel a típusú pasztagyöngyel.
érdekes mintája van, és akkor ezt általában fehér pasztával töltötték fel ezeket a bevésett vagy bekarcolt díszeket. A második képen az említett bronzőveret látható, vagy szívéveret, 8 kis apró lyukkal, aminek a funkcióját még nem tudjuk, hogy díszítő, vagy valamilyen tartó funkciót láttak el. A harmadik képen pedig a két említett kis ezüst lemezgyöngy került elő, és alatta valószínűleg egy vaskarperecnek a töredéke.
Nem. Mi van? Kezdhetem? Riadó! Egyes utászok! A kazárnya déli részében gyülekezünk. Tüzérek és hetesek a hangároknál. Ágyúszolgák, gépészek a járműveknél gyülekezünk. Gyalogság teljes menetfelszereléssel a kazárnya udvaron. Ha nem értettétek? Riadó! Riadó! Egyes utászok! A kazárnya déli részében gyülekezünk. Tüzérek és hetesek a hangároknál. Ágyúszolgák, gépészek a járműveknél gyülekezünk. Gyalogság teljes menetfelszereléssel a kaszárnya udvaron. Hát nem értitek? Riadó! 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 Felkelni! Hát nem halljátok, mocskos csürhebanda! Mi ez itt? Felkelni, azt mondtam! Riadó! Felkelni! Felkelni, nem értette? Riadó! Felkelni! Háj! Riadó! Jó estét kívánom mindenkinek! Mi vagyunk a Soul Bandits Acoustic Cover, Debrecenből meg Derecskéről. Egy órás blokkal készültünk, leginkább mai slágerekkel, Margaret Island, Ocean Drive. Megpróbálom mindenkinek a kedvére tenni, reméljük, hogy majd tetszeni fog. Aztán majd legközelebb a kampuszon csinálunk egy kis bulit. Friday night in a lonely love, it's a
Megpróbáltuk itt a pörgősebb angol számokat helyek közel összeválogatni, és akkor ilyen angol és utána magyar blokkokkal készültünk. Szóljon a következő, a King, Years and Years. Watching me on the light, can I rely? They say it's easy to leave you behind, I don't wanna try. Can't cover take that taste, don't curse to your chin. Don't wanna wait for you, don't wanna have to lose. Thought I'd compromise, to feeling at a high. I gotta keep it all tonight. Oh, I was a fool.
Kivakultak ettől a sárga úszófénytől. Ha ezt lejjebb tudjuk venni, azt megköszönjük szerintem. És olyan számomra személyes kedvenc, két hónapja alakultunk egy egyetemi kiállításra, kértek fel minket, aztán itt vadásztak a városba, hogy ki tudja elénekelni az LP-től a Lost on You című számot, aztán a Viktor kedvesei mondta, hogy Oh My Roland. Persze, ez olyan egyszerű. Aztán megpróbáltuk, és hát szerintünk jól sikerült, aztán így bevettük a koncertlistába. Hallgassátok szeretettel! Thank you.
Maybe it's that lost and you.